környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás legfontosabb kérdései voltak terítéken a kétnapos gyulai hulladékhasznosítási konferencián. A rendezvényen a téma újdonságai és az innováció került a középpontba. Az aktuális kérdések mellett terítéken voltak a technológiai fejlesztések, a hulladékfeldolgozáshoz szükséges eszközök berendezések bemutatása és az innovatív megoldási lehetőségek is. Mindig olyan dolgokat tárgyalunk, amelyek újak, innováció, logisztika, tehát tulajdonképpen azokat a dolgokat szeretnék bemutatni, hogy milyen sok irányba lehet a hulladék gazdálkodással foglalkozni. Mert nem igaz az, hogy egyetlen egy üdvözítő megoldás van, hogy a szemetet így gyújtani, vagy úgy gyújtani, vagy ezt csinálni vele, vagy azt csinálni vele, hanem nagyon sokféle megoldás van, mert egész másként kell egy falusi településen, vagy családi házas településen a hulladékot kezelni, mint egy toronyházas városrészen. Az egyik előadás a körkörös gazdasági programot érintette, melyben a hulladékgazdálkodás új szabályozásairól esett szó. A cél ezzel nem a szigorítás, hanem az észszerűsítés. Például az egyik lába ennek, hogy esetleg fogunk kitiltva, vagy ki lesz tiltva esetleg újrahasznosítható anyagok a lerakókból, ami már néhány országban történik is. Másik, hogy ilyen kvótákat, hogy kibocsátott csomagolási anyagokból mennyit kell visszaforgatni, stb. Mert normákat, ami az egész Európai Unióban úgy gondolja most, hogy egységesíteni kell, mert nagyon nagy variációk vannak a piacon. A kétnapos rendezvényen a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok is szóba kerültek.